A Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány 1990-ben jött létre. Működésének célja, hogy a befolyt pénzadományok által a gyermekek iskolai körülményeit és az oktatás-nevelés színvonalát még jobbá tegye. Az első alapítványi bált 1997-ben rendezték meg. Ezelőtt 22 évvel, tehát ha jól számolom, 1997-ben szintén először a városban mi, a Kodály, rendeztünk alapítványi bált, amely azóta is nagyon sikeres, 120-200 fő között van mindig a résztvevő közönség, támogató szülők, tehát nagyon népszerű rendezvény a miénk, de itt nem a népszerűség, a lényeg tulajdonképpen, hanem az, hogy az iskolának minél több bevételt tudjunk szerezni ahhoz, hogy ki tudjuk egészíteni az intézményi költségvetést az adakozásból, az adományokból. Az elmúlt években sikerült azt elérnünk, hogy nem csak a stabil támogatásunkat, hanem minden évben kitűzött nagyobb célokat tudunk megvalósítani. Volt énekzeneterem felújítása, volt egy komoly terem felújítása, ahol 4K-s projektorokat szereltünk föl, székekkel, padokkal. A múlt évben kitűztük, hogy nagy teljesítményű projektorokat veszünk, ezt is sikerült elérnünk. Ebben az évben is tettünk ilyen célmeghatározást, amivel szeretnénk nem csak a normál működést támogatni, versenyeket támogatni, különböző eseményekre eljutatni a diákokat, hanem szeretnénk fejleszteni is. Nem csak szülők, de vállalkozók is támogatják a szervezetet. Ennek okán a tanévvégi jutalomkönyvekhez 200 000 forinttal járult hozzá az alapítvány, tette hozzá az elnök. A Kodály általános iskolában vagyunk, minden évben az alapítvány szervez egy bált az iskola támogatására. Ez a mai esti rendezvény is egy ilyen. Segítjük, támogatjuk iskolánkat. A Kodály a megye legjobb városi iskolája rangot érte el. Nagyon jól tanítanak az itt dolgozó pedagógusok, jó a légkör, és hát a gyermekeink örömmel járnak ide. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, ha a jelen célokkal egyetért, és azt anyagi vagy bármilyen eszközzel támogatni kívánja. Több mint 160.